Ha a klímaváltozásról beszélünk, kulcsszó az alkalmazkodás. A tudósok szerint, ha a jövőnkről gondolkodunk, elkerülhetetlen, hogy a társadalmi átalakulásról is beszéljünk, amelyet az éghajlati hatások okoznak. A tanulmányok főként arra fókuszálnak, mennyire vagyunk képesek alkalmazkodni az egyre nagyobb hőhullámokhoz. Látjuk, hogy a hőhullámok minden térségben gyakoriabbak lesznek és erősödni fognak. Tapasztaltunk már néhány igazán erős hőhullámot, főként Európában. Volt hőhullám 2010-ben, Oroszországban, és volt egy 2018-ban is. Az volt a legutolsó igazán nagy, mondja az oszlói központ kutatási igazgatója. Képzeljük el ezeket a forró nyarakat. Ezek nem csak az egészségünket érintik, hanem a mezőgazdaságot, az energiaszektort is minden nyáron. Ez nagy fenyegetést jelent majd a társadalomnak. Jobban meg kell értenünk, mik a hatásai a magasabb hőmérsékleteknek, a nyári hőhullámoknak, a magasabb ózonszennyezésnek. Miként hatnak ezek egymásra, illetve az egészségünkre. És azt is, hogy mennyibe kerül például az, hogy alkalmazkodunk ezekhez a változásokhoz, és mérsékeljük a hatásaikat. Mit kell tennünk ahhoz, hogy csökkentsük a klíma és a légszennyezettség hatásait az emberek egészségére?